Na csácsó, mi csörtészt a csokoládés traktorkerék ürve csatornán kipen jelentkezik a TSC-bű. Nagyon gyorsan belevágunk a lecsóba, mert igazából az idő pénz és ugye pörög is ráadásul. A legelső dolog, amit meg kell tennem, az az, hogy ezt elindítom ezt a rábát, meg még ráadásul itt összekulimászozom itt a földeket még ezzel a kis géppel. Ugye most még jelenleg nincsen pénzünk arra, hogy megvegyük a nagyobb gépeket. Viszont vannak olyan munkafolyamatok, amiket rábával és a munkással... micsoda kölgés van itt. A munkással valószínűleg nem fogunk tudni megcsinálni. Ezért szükségünk van egy ilyen kiegészítő kis képződményre. Például ez a rába szerintem itt vissza fog fordulni, de azt a csücsköt ott fogja hagyni, akkor már megyünk utána, megcsináljuk. Egyébként igen, tudom, erdészkedni is erdészkedhetnék, most egyelőre szerintem felesleges. Itt ezt szépen lesódérozzuk, így. Meg amit a rába itt hagy, azt lecsettintem. Ez lesz itt a projekt. Menjél rába, menjél nyugodtan. A Keeper Papa. Nem találok erre rímet, pedig talán jó lett volna egy jó rím. Ez az, gyerekek, összedolgozunk. Várjatok, a rábát már rakhatom is át másik szituációba. Oda nézzetek, például itt van ez a széles csoda. És hogyha így indítanám meg, ugye, keresztbe, fésódérosan, akkor ugye könnyebben is megfordul a dög. De várjatok, lehet túlfutna, de miért baj az, ha nekünk túlfut? Nem baj az, ha túlfut. Na várjatok, indítunk egy rába stelget így végig hosszába, aztán hadd szedje. Arra figyelünk majd, gyerekek, hogyha esetleg kírja, hogy végzett a melós, akkor majd odébb tesszük. De addig is dolgozik. Ugye? Meg a keeper is, hadd dolgozzon. Jó, ezt a kis sarkot azt leizeljük. Levetem itt, mint az alsógatyámat, amikor bebújjuk az ágyékolba. De ez voltában hasonlat, gyerekek. Szuper. Jó, és akkor megnézzük, hogy még van-e olyan szituáció. Ja, meg körbe kellene húznom ugye a földeket. Viszont azt jobb lenne valami nagy IH 6200-assal, ugye, ami a rábán van, csak az a gond, hogy arra annyi pénzünk van, hogy nincsen semennyi, szóval az arra nincs pénzzel képőrnek, lebaggatyásodva, mert mindig elkölti hülyeségre, egyébként erre nem költöttünk volna, lehet, hogy lett volna. Ja, hát az 50 000-be kerül, arra nincs pénzünk, ezt aladnám, akkor is csak kapnék érte kb. 10 000-et, úgyhogy ez nem jó, gyerekek, nem jó. De fel akartam emelni azt. És le van téve, vagy fel van emelve? More. Na, így. Jó, mit csinál? Gyűjön vissza a rába? Gyűjön vissza a rába, gyerekek. És viszont itt maradt egy csík, akkor ezt lehúzom én. Kizze. Oda nézzetek, kiment ez a végéig szerintem, hallod? Ez a hatékonyság, gyerekek. Ez a hatékonyság. Na, indulj meg. Rogyni. Szépen okosba. Lehúzzuk itt a maradékot, haver. Csináld csak te a nagyját. Keeper meg csinálja a szását. Nem húzta le végig, mert oda ott kijött. Nem baj, gyerekek, ugye szépen. Előbb-utóbb majd ott végez. De egyébként mik azok a csikok? Ja, ott volt az a izé, az a felforgás, amikor itt is össze-vissza forgolódott a melós. Oké, fordulunk vissza. Nagyon tuti, nagyon élem. Végre beindul a termelés, szép, beérik az egész osztalivet. Nekiesünk, mint Tóth az anyjának. Ugye? Kombányokkal, és szarrá keressük magunk a gyerekek olyan szinttel, hogy a pénz azt nem ünkön fog kifolyni. Jó lesz ez. Ezt örültem volna, mondjuk lehúzza egy csikba, de nem baj, ott marad közte, gyerekek, marad közte, nem baj. Egyébként permetezni nem tudunk, úgyhogy lesz veszteség, ugye trágyázni nem tudunk. Sajnos ugye kell a pénz mindenre. Keeper meg le van tényleg gatyásodva nagyon durván. Na! Oké, gyerekek. Ezt fölemelem, akkor is ugyanannyival megy szegény MTZ-vele. Lehet, hogy a Zeto Krisztállal jobban járnék, akkor azért nem kettőbe. Gyök kettőbe hajtana.
Igen, ott meg már tovább megy, ugye? Egyre tovább, és tovább a végtelenbe, oda néz, és ott fordul meg. Nagyon-nagyon tuti. Hát igen, utána majd egy kicsit utána kell dolgozni. Viszont gyerekek, valahogy rá kéne függenünk arra, hogy mi keressünk pénzt, mert hiába itt nem húzingálom ezt a pici vetőt. Úgy látom, hogy előbbre nem nagyon haladunk, kiviszem a főcélűbe. Azt csinálunk egy olyat, srácok, hogy rohadtul figyelünk erre az rábára, hogy dolgozik-e. De mi nekünk közben kellene valamit csinálni. Hol van a faszállító autó, gyerekek? Ezt ide kirakom. Nézzük meg, mi a szituáció, mert képen itt hagyok minden pint az állat. De várj, a faszállító az hol van? Nem itt, ha hol? Most ne haragudjatok meg, de tényleg hol a csodába van ez a faszállító, Verda? Itt van-e? Ott van, ahol a vasúton hagytuk, hát ne viccelj. Ott van a, jó van a, izével, az ifával elhúzom. Tényleg az ifapótban nem lehet, hallod? Ne legyél hülye, Keeper, lehet az ifapót, de nem lehet, hiszem, hogy lehet abba fát rakni, hát nézd meg. Nem, abban biztos, hogy nem lehet fát rakni egyébként. Nem volt hozzá izé felépítmény? Faszállító? Azért az is jó lett volna. Jó van, ezzel visszaviszem a izét. Lárut, azt nekiállunk egy kicsit fázni, gyerekek. Mert köl a zseton. Köl a zseton. Úgyhogy bárha gyorsan, gyerekek, megyünk. Itt nincsen közelben fa erdő, pedig az is jó lenne. Ugye ezeket a gyárfákat, ezeket nem lehet kicsapni. Pedig jó lenne még máshonnan is, hát de ha nincs, akkor cseszheted, Keeper. Na. Nyomjuk neki, az a lényeg, hogy a bérelt munkás baloldali sarokba ordítsatok, hogyha megáll. Mert akkor ugye rába abba hagyta a vetést. És ugye területet körbe kell húzintani a másikat is, mert megint nem bajok lesznek ugye abból. Oda nézzetek, gyerekek, hát csúszik keresztbe az Berta. Kell csinálnunk majd egy nagyon komolyabb összefoglaló részt. Nem tudom hányadik lesz az. Az a lényeg, hogy amikor elérünk addig szerintem, hogy megvesszük a második rábát, meg ugye a IH tárcsákat, meg mindent, akkor kicsit rendbe rakjuk a TS telepet, meg mindent, mert annyira szanaszéd van mindenünk, hogy az őrül egy gyerekek. Kicsit rendet kell rakni. Na mi az? Schuer akciós áll, repcét meg most veszik, hallod? Kelemen rólad megbenni a repcét, ami nincs nekünk, látod? Vannak bajok. Na, keheg a Keeper. Na, akkor ezt idefel, itt meg is állhatunk. Aztán már neki is állhatunk a favágásnak, testvéreim. Itt vannak ezek a bozótok, hát azok ott maradnak, gyerekek. Na, melyiket kellene? Sorra vágjuk ki az összeset szerintem. Adjunk az érzésnek, de tényleg a Steigerre néha rá kukkintok. Oda nézzél, milyen ügyesen csinálja. Nagyon jó. Hát vannak problémák, azokat majd ugye, hát ezeket csinálta ugye a mi csodálatos bérőt munkásunk, azt még egy kicsit lehúzzuk, de viszont nagyon jól haladunk. Tökéletes. Na mehetünk. Mehetünk erdészkedni. Itt ezt akartam kivágni, ugye. Ja, óvatosnak kell lennem, mert olyan lendülettel döntöm a fákat, aztán arra nem gondol a Keeper, hogy de várjatok, figyeljetek, itt a izé másik oldalra kellene elhozni, hallod? Szóval ott az út. Azt akkor már lehetne arra is burogatni. 13-16, hát az éjszakát nem tudom hova, mivel fogjuk etőteni, gyerekek. Fölmegyünk az útra, bazza, másik oldalra le lehet burítani. Én meg itt ide öntögetem, gyerekek. Ilyen messzire. Tudjátok, mi a brutál, hogy ugye amiatt, mivel non-stop munka van, nincs leállás, ami ott folyamatosan izé van, ki vannak a gépek a placon, ott van például egy izé tárcsa. Ez is egyébként szépen meg lett munkálva, ahhoz képest, hogy mit kínlottunk vele, azért csak sikerült. Na, figyeljél, ide valahova beállok, ledöntöm az útra, aztán akkor lesz helyem fölpakolni, ugye? Jó, látsz, hogy gyerekek, érzem. Hosszában ide ledöntöm az útra ezt. Ez az. Figyelj, pont az útra szépen, ahogy kell. Nem fog gurogni. Hát majdnem. Hát ott kanyarodik az út egyébként, azért voltam olyan merősz, hogy arra burítom. Oda. Ja, mondtátok, hátrafele lógassam ki az izé dolgot. Hát nem tudom kilógatni, testvérem, mert az a baj, hogy csodálatosan megvan oldva ez a hol van az MTZ? Az a pótkocsi, hogy hátrafele nem tud kilógatni, tök hülyeség. Sajnos, de hát ez van. Ez van, gyerekek.
Itt tele van ilyen izével, karóval, úgyhogy azokkal a nyárfákkal, látjátok, ott is, amott is. Mert vigyázni kéne, hogy nem kéne ezt összecseszni. A bérelt munkásra meg még jobban kéne figyelni. Na. Na itt vannak ezek a nyárfa csemeték, erről beszéltem. Ja, és nem tud kilógatni. Előre lehet kilógatni, annak meg annyi értelme volt semmi, mert megböki a tehénmalagát. Úgy. Hát rövidre kell vágni, az a szitu. Ez a baj itt. De szerintem most ezt... Ne gurulj el, léci. De most ezt tényleg egy jó rövidre fogom vágni, hogy könnyen föl lehessen rakni. Mert igazából most nagyon gyorsan össze kellene koppintanunk egy 50 000-et. Az a szitu van, az lesz a projekt, ugye? Mert egy ilyen 120 000-et szokott egy full kocsiért adni, akkor egy... Ha majdnem fél kocsival, hogy megcsinálunk, akkor az már nekünk jó. Jó vagyunk, gyerekek. Van itt volt még? Megmaradt a végi. M10i. Befejezte a munkát a rába, gyerekek. Na. Igen, és azért ugye, mert úgy érzékeli, hogy nem nagyon jönnek ki a dolgok. Csak annyit kell ilyenkor csinálni, szépen megfordítod. Úgy. Párhuzamosan kell állítani, nagyon pontosan ezzel a csuda földdel. Ezt hadd menjen. Ezt már megyünk is vissza dolgozni, gyerekek, ne vicceljél. Ugye, hogyha az autó traktor jó lenne, akkor nem kéne itt ennyit szenvedni ezzel. Ugye, ugye? Ja, inkább rövidre vágom, azt megszórom azt a kocsit rendesen. Hogy hamar teljen, mert az idő pénz, ugye. Szokták volt mondani. Hamar megrakjuk, ezt megdobjuk. Hamar megdobjuk egy kis izéve. Vastag gyáva. Úgy. Úgy. Jó van. Frankó lesz ez egyébként. Nem kell túl sokat, szerintem egy olyan 4-5 fából megvan bár akkor a izé. A... Project. Project car. Úgyne. Ugye tényleg nem tudom, hátrafele nem lehet kilógatni, abszolút. Előre ki lehet, annak semmi értelme nincs. Meg arra kell figyelni, hogy ugye ezelőtt is... Jajaj, ott van egy tuskó. El kell izélni. El kellett... Szenvednem kellett vele, hogy nehogy leburuljon. Úgyhogy annyira nem szereti, nem szereti a nagyon magasra pakolod. Meg nem szereti a nagyon megrakod. Na. Ahogy né. Ez nem lett túl hosszú? Hát ez jó, az még elmegy, ugye? Ez nagyon gyorsan akkor, gyerekek. Az a lényeg, hogy napközben még ezzel dolgozunk. Figyeljetek, megint ugye rába nagyon szépen dolgozik. Csoda lesz, csoda lesz. Ja, elmondom, hogy mik a ízek tervek, jó? Hogy akkor hogy tudjátok kalkulálni, hogy mégis milyen gépet küldtök. Bár egyből ízek célozgatok, mi? Na, ezt meg ide kéne döntenem, valahova. Ja, hát itt vannak ezek a kis ízek szarok, ezeket nem akarom itt. Nem akarok vele szórakozni, őszinte leszek. Lehet, hogy előbbre járok, mert amúgy is, akkor inkább rádöntöm arra az útra, nem? Jobban járunk. Na először is megkaptam azt a régi MTZ-t, azt az 50-es bukókeresleset, mert mondta a srác, hogy azt elküldi nekem, mert az autentikus lenne egyébként a izé, a... az erdészkedés, és az így tök igaza van, és valószínűleg akkor az lesz, hogy az erdészkedés, át fogunk települni erdészkedés szempontjából, miután ezt levágtuk. Hát, még azért van itt. Rendesen az erdőre. De ott már komolyabb gépekkel, gyerekek. Ami komolyabb gép, az azt jelenti, később lesz LKT, az drága. Akarom berakni, azért az LKT nem minden TS-ben volt. Viszont, ami lesz... 50-es bukókeretes MTZ, rögcsipesszel. Ugye? Azt akarok. Meg valami másik, nagyobb izét, ilyen pótot.
Csak az a baj, olyan autentikusot nem nagyon találok, amelyik nagyobb is nála. Úgyhogy eléggé meg vagyok lőve. Ugye meg nincs lekötés még izébe. Farming 15-ben, ezzel is meg vagyok lőve, mert ugye olyan magasra nem tudod fölrakni, mert csúszik, leesik meg minden. Úgyhogy... ilyen játéktechnikai problémákat kell kiküszöbölni a keepernek, leginkább azzal van problémája. Befejezte a munkát a izé, rába megint. Várjál. Aha. Hát itt akkor minden egyik kanyárdál sajnos be fogja fejezni. De figyelni kell rá épp ezért, jó gyerekek? Hát szépen. Jó, meg amit elhagyott, azokat ugye manuálisan meg kell csinálni sajnos. Ilyen a box, gyerekek. Oké. Okay. Akkor már szórom is, ha már ebben az MTZ-be beleváltottunk. Egy csodás MTZ-be. Belevált a keeper. Jaj. Nem tudom tovább verselni ezt, valahogy nem jut eszembe most a Reeb. Valahogy nem jut eszébe a Reeb a keepernek. Csak a Reeb. Én csak vagy parázni szoktam, vagy paráználkodni, tudjátok. De ez miért nem akarja elengedni? Engedd el. Úgyhogy én vagy parázok, vagy paráználkodok. Lol. Ez előtti live-ban volt az, ugye? Tudom, meg póton volt a telehordó. De egyébként tudjátok, mit veszek észre? Megmondom őszintén, hogy nagyon sokan az én nézőim közül ugye nem csak egy sorozatot néznek, mármint nem úgy, hanem úgy akarom mondani, hogy inkább rosszul mondtam, rosszul fogalmaztam. Vannak olyan nézők, akik egy dolgot néznek, vannak olyan nézők, akik... például vannak olyan long drive-osok, akik... fogalmuk sincs farming szimulátorral. De vannak olyan izék, vannak olyan farming szimulátorosokat, például nem nézik a long drive-ot. Vagy pedig ugye My Summer Kart, ami most fog majd indulni. Úgyni. Oké. Okay. Ezt levágjuk két felé, legyen inkább rövidebb. Na, vágj már át. Vágj már át. Ez a lényeg, 5000-et összecsengetünk, gyerekek. 5000-et, jobban volt, mert 40000-et, mert ugye annyi lesz a, még a következő izé, vető. És aztán ugye még izéig, alkonyatig. Igen, hogy hát össze kell kubikolni. Hát lehet, hogy a izével is. Hát nem, MTZ-be vigyük, gyerekek. De ifába vigyük már a fát, more. Na, hát ez jó hosszú lett. Nem, hát ez pont jó, gyerekek. Csak nehogy megint elkezdjen csúszni, megint úgy rakom, hogy a izé. Minden egyének a vastag vége van hátul. Aztán ezzel baj lesz. Lehet, hogy akkor csinálunk olyat is, hogy a vastag vége. Csak az a baj, akkor tényleg úgy kell csinálni, hogy rövidre. Mert a vastag vége, hogyha túl lóg, akkor baj lesz. Baj lesz! Na, kapját fel a földre. Úgy. Nincsen súly, ezt lehet így hozni. Jaj. Nem fogja vinni a kettő csipesz. Csak az egyik oldala. Gyorsad. Na. Jaj. Várjatok, ezt lecsipem a végét. Várjál. Na. Ezt lecsipem. Nem leesett, hanem eltűnt, ugye? Jól van akkor. Na, izé úgy kéne vágnom most, hogy ide bejárok, és akkor a többi részét, többit azt másik oldalról rakom fel, vágod. Ide bejárunk. És akkor a másik oldalról is rakunk, és akkor a vastag végig már onnan fog gyűni. Hogy né? Most aztán jó lenne nem ráborítani a paut kocsira. Hanem szépen elslutyadjuk mellette. Gyerekek, ez egy úgy fogja... surolni fogja a potkocsit, úgy keeper ki van számítva, figyeld. Figyeld, tesó. Az úgy jó, hát meg valamit megdobta, valami tuskó vagy valami csoda. Mi volt itt? Jaj, virág, azt hittem 200 literes hordó benne van. Na, akkor ugye ezt meg erre az oldalról rakjuk, vagy hogy?
Most csak megcsináltad kipől, hát akkor a másik oldalra kellett volna döntened. Ja nem. Jó van. De, jó van, jó lett, jó lett. Jó. Jó lett. Jó lett. Okay. Befejezte a munkát, miért nem szóltatok? Várjátok, shift abban vissza, nem? Négy. Az a baj, hogy itt ugye ilyen, le kéne húznom egyenesre a fő célét. És akkor nem lenne álva az, hogy itt mindig megáll. Hanem azért, mert ugye ilyen... Nem, hegyes a fő cél, azt azért áldogál meg mindig. Mindjárt nem fog. Mindjárt nem fog, mert ugye ezt lehúzom ilyen derékszögűre, és akkor nem jön ki belőle, nem ér ki belőle. Az a baj, az a baja. Hát azért kellene még egy ilyen vetőgép, mert akkor tudnák ugye közben javítgatni, kettőt tudnék ugye indítani, akkor inkább ezekre figyelnék, akkor már nem vágnék fát. De így most ezt nézegetem, hogy mit csinál, vagy ezzel csinálom, akkor nem termelünk pénzt. Jó lesz ám ez így most már jó lesz gyerek. Így már nem tud ugye kiket veregni belőle. Ezt most már meg fogja csinálni teljesen végig. Frankón. Na menjünk oda. Hát itt meg már kezd nőni. Jaj, testvéreim. Már kezd ide kihajtott, nézd. Váltjuk egyenesre. Aztán ha. Aztán akkor csináld már meg, vaze. Egyébként a csúszós... Az elcsúszkáló vető miatt ilyen izé lesz, ilyen csikosra csinálta, nem vágom. De mindegy, azt is meg kell csinálni. Jó van. Jó van, ott még fönn sincs megcsinálva egyébként sajnos. Jó. Vajtok repce megy bele, ugye? Ne szórakozzál. Nem az izé elcseszem. Oké. Na dolgozzunk már, itt ezt elcsipkedtem. Hát jövünk az MTZ-vel erre az oldalra. Hát szerintem egy izéig, meddig kellene gyerekek? Estig ezt kéne rakni ezt a pautot. MTZ-vel viszem majd. Viszem az MTZ-vel. Mindjárt megcsipjük. Úgy fölveszem, mint a hímes tojást. Oda nézi. Ahogyni. Inkább legyen rövidebb, rájöttem erre a pótra, nem érdemes ilyen nagyon hosszúakat. Csak a baj van vele. Ez is már egy helyen van vágva. Ja, ezt az erdő részt levágjuk. Akkor, na várj, elkezdtem, hogy mit kéne csinálunk, ugye? Akkor jól lenne befejezni, Keeper. A... Kiskabinos 5-es, hát az 5-es MTZ, bukókeretes, erdőre vonszolni. Ővele lesz rakodva. Akkor nagyobb izé. Nagyobb röngfort kocsi. Mindjárt ma mondom van még. Ugye ez lesz az erdészet első felvonás. Második felvonás természetesen LKT-ban szólni. Nem mondom tovább. Utána... Ami mindenképp kellene, kettő rábas tiger. Kettő, több azt szerintem már nem is kell. Kis traktorok maradnak, kellene ide-oda húzkodni ezt, azt dolgozgatni. Kettő rábas tiger, kettő IH tárcsával. Ami nagyon, ezek megint kellenének. Akkor még várja, mondom tovább. Mondom tovább mindjárt. Talán talán eltűnik. Eltűnt ez még. Aztán utána, hogyha ezek megvannak, akkor már folyamatos... Ja, meg ugye nagyobb kombájn. Három nagyobb kombájn. Kettő vagy három nagyobb kombájn. Nagyobb... Hát ez bajos gyerekek itt ez a rész. Nem tudom, ez nekem nagyon hosszúnak tűnik ez a fa. Nekem nagyon hosszúnak tűnik, úgyhogy ezt bevágnunk kell. Ö,
Ezt nem tudom, hogy el tudom el... Á, de el tudom, jó. Hát ez lefogást is sajnos. Itt elvileg van egy fal, na ezt mondtam, nem lehet túllógatni. Na, valaki nagyon mondta, hogy jaj, miért nem lógatott túl, testvérem. Most azt... Hát azt... Ja. És majdnem azt mondtam, hogy fölrakom izéve. Autólóddal. De a Keeper azért... vannak elveink, gyerekek. Ne autólódozzunk már. Valóságban sincs. Valóságban sincs autólód. Csak ez a foltkocsi nem jó helyen van most itt láthatás szempontjával. Lehet, hogy közben lehet, hogy kinézek, mert nagyon ugat a kutyi. Azt lehet, hogy izé van. Együtt valaki. De ki van írva, hogy... Ne gyere, mert komolyan kiírtam az ajtóra, kiírtam, hogy... Ne kopogjál, mert videózok. Ez halál komolyan, gyerekek. Na, az meg ott leesik. Jó, beesik. Már akadt egy pillantás. Addig nem állítom meg a videót. Na mi van, gyerekek? Nem volt senki. Keeper tévedett. Keeper tévedett. Egy darab fát szerintem kivágunk még. Várj, befejeztem már megint. Miért? De most miért fejezte? Hallod? Most miért fejezted be? Miii? Kifogyott a mag, hallod? De hát akkor ez mégse úgy veszi, hallod? Ó, testvérem. Jaj, Boré! Kifogyott a mag, gyerekek. Kifogyott a mag? És ez komoly? Várjál már, hadd nézzem meg még egyszer. Kifogyott a mag. Hát ez őrület. Most ez komoly. Ez nagyon durva. Akkor ez mégsem úgy veszi. Na idehúzom, várjál izét. Mókolót. Akkor mégsem úgy van már idve izére, rá bárra. Hát ugye használta, mint a szart. Na mindegy, igazából teljesen mindegy. Akkor arra kell figyelni, hogy még töltögethetem is. Hát nehogy egyszerű legyen igazából. Nehogy a Keepernek valami így sikerüljön ebbe a sorozatba. De még jó, hogy van ez a töltő, nem? Mert különben mit csinálnál? Ezt is köszönöm szépen, nem is tudom ki küldte, azt hiszem... Várjál? Azt hiszem tudom ki, Edmond, ugye? Edmond küldted? Na. Jó. Ez az MTZ, az... Jaj, de olyan gyenge. Olyan gyenge, hogy az őrület. Csak túl jól néz ki ahhoz, hogy kidobjam. De egyébként nagyon szenvedős, hallott, 18-al. 18-al viszi ezt a kis kotlát. Mondjuk van rajt cucc, mi? Meg kell tölteni az izét, baze. Ráma Steiger, te. Ha meg bolondulsz. Meg kell tölteni a Ráma Steiger. Jaj, te fiú. Jaj, te fiú. Nem jó, nincs elég közel hozzá. Nehogy már ez ilyen közel kell lenni. Nem szereti, közelebb kell lenni. Hát, hogy így ilyen full oda kell állni. Meg ne sérüljünk. Hát ez kicentiszta a Keeper. Hát ennél közelebb nem tudok állni, barátom. Ne őrítsél meg. És ki kell nyitni hozzá, vagy mi? Kezd meg bolondítani. Vagy a másik oldalad van, a magaszt az nem tetszik neki. Gyerekek, képes erre a game, értem, hogy képer meg szívesen, maximálisan. Na, hát na most, hogyha onnan belelövöm csúzlival zsákba. Na, nem ez be. Ez egy komplett procedúra itt. Nem akarja! Most, hallod? Így érted, hozzá kell érted, bazze. Jaj, Boredik! Ez azért most ez egy kicsit úgy fölzaklette a Keepert. Elcsesztük az időt, látod egyébként?
komolyan csinálok egy ilyen gépösszerendezős részt is, mert halál itt minden össze-vissza van, gyerekek. Hát szépen lemossuk, beállítjuk őket. Jó, ez itt maradhat. Ez egy kicsit hátrébb tolatunk. Steigerrel, on the Steiger. Hogy? Aztán adjál neki Sándor, hát ne viccelj. Azzal. Mennyi ízé van, gyerekek? Mennyi munka van itt a fő környékén? Jó, hát ez meg itt, akkor itt kell, hát ezt ki kell hagynom, gyerekek, mert itt folyamatosan problémákba ütközik a Keeper. Keeper csapat. Oké. Okay. Jó, viszont akkor most tudjátok, mit csinálunk? Megyünk még vissza ide. Mi történt itt? Felraktam azt a kicsi fát. Hú, az itt nagyon oda kell figyelni a dolgokra, gyerekek. Még egy fát kivágok, aztán ránk estenedik. Majd hova dönthetek, mert figyelj, betöntöm a gép, meg a pótkocsi közé, gyerekek, ezt figyeld. Hallod, ezt megcsinálja Keeper szerintetek? A gép meg a pótkocsi közé fog menni, hallod? Ne, állva maradtál? Ne viccelj, állva maradt a fa, gyerekek, ezt utálom. Ajaj. Ajaj, gyerekek. Állva maradt a fa. Meg kell bizergálnunk egy kicsit. Nem is tudom, egyszer mesélte az egyik, az a srác, aki erdőn dolgozott, hogy volt olyan, hogy egy ilyen hatalmas fa. De ilyen nem fenyő, hanem egy ilyen nagy lombos, nagy dög, ilyen mit tudom én, akkor átméreje volt, hogy másfél méter. Ezt elvágták, azt úgy maradt. Ezt egyszerűen nem tudtak vele mit csinálni, akkora volt, hogy tényleg az volt már kicsit lengedezett a szél, közelébe nem mertek menni, meg minden. Meg ugye most hogyan utána már hogy kötnek rá a kötelet, meg hogy lökik egéppen, érted, egy ilyen nagyon nagy lombos fa volt, nem tudom, egy ilyen tölgyfaszerű akármi. Ajaj. És izé, mesélte. Na ott megakad a tuskóban, nincs gond. Mesélte, hogy ott hagyták. Közben nem tudtuk mit csinálni. Mentünk haza, pont műszak vége volt, úgymond, hát ugye az erdőn dolgoztak. Ott hagytuk. Ne fél, másnapra el volt dőlve. Mentelik, aztán már levált. Nem veszélyes, mert nagyon mondta, olyan helyen voltak bele az erdőben, ahol ilyen, mit tudom, nem járt senki se. Szóval azért nem kellett attól parázni, hogy... És valakit nagyon üt. Hát gondolom, éjszaka jobban fújt a szél, azt eldőlt nekik. Azért az is fun lehet. Ezt direkt itt vágtam, hogy deguruljon le a többi része. Ezt még gyors fedobom az ifára, aztán már viharzunk is, gyerekek. Ránk esteledett. Egyébként esőt is mondod valamikor. Te van, rába megint befejezte a munkát. Komolyabb oldom. Hát izéle, megőrülök ezzel a géppel. De most mi folyik itt gyöngyösen? Ja, mert ráfutott erre a részre. De most mi van? Ez el van vedve. Ja. Nem hiszed el. Menjél testvérem, ne foglalkozzál semmivel. Így látjátok, ez a baj, ezért lesztek ezek a kiszögelések, mert ugye kimegy oldalra. De jó koszos az a vető is. Azért annyit kell dolgozni itt, hallod, komolyabb, de befáradok. Máma nagyon izé van, máma nagyon izé meló hangulat van. Mindig rá kell váltogatni sajnos a gépi munkásokra, azt ezzel van cumi. Ugye tényleg az kellene, hogy ilyen szögletes szerűre körbe vetem én, és akkor utána engedem rá, akkor ugye nem állna meg mindig. Litty, lutty. Rajt maradt az ág. Nem baj, összefogja legalább. Összetartsa. Hát mindjárt ránk estedik, meg itt pont egy tuskó. Na mi van? Hallod, valami legyen. Na.
Jó, hozzuk a többi részét. Bazzer, rendesen ránk fog este lenni. 8 óra van, este 8 van. És nem végeztünk a melóval. Nem volt bekalkulálva az izé, hogy meg kell tölteni a vetőt. Nem volt bekalkulálva. És megint befejezte a munkát. Te aztán gyorsan megfordulsz rám a Steiger, hogy szivatod itt a képet. Hát komolyan mondom. De most, hogyha ezzel elkezdek vetegetni, azzal sem vagyok előbbre, gyerekek. Olyan marha gyorsan megfordul, gyerekek. Azt csinálom, ide berakom a közepébe, és akkor itt talán annyira nem. Mert ez így megőrülök ettől, hallod? Itt pörögjél, forogjál, testvérem. Vigyázzál izére, jó? Vigyázzál majd, ott van a másik vetőgép. Ne, ne legyél oborzén, ne törd össze semmit se. Mert itt, passz, nem tudok, beszállok a gépbe, kiszállok a gépbe, az van megállás nélkül, hogy... Ez a rohadt pénz. Jó, a vetőst azt könnyebben megszakítom majd, ugye? Hogyha lesz még egy IH vetőnk. Ezt még fedobom ezt a fát, aztán már viharzunk is, gyerekek. Viharzunk is, úgy. Úgy né. Megint izé, befejezte a munkát, megőrülök, hallod? Ez egyébként marha gyorsan csinálja. Nagyon büszke vagyok a csávóra, de azért kicsit egy levegőt. Levegővételnyit hagyhatna nekem időt. Különben már vadul a keeper, vadul a. Hát hiszen ott van 92%-ig van repcével, mi? Szerintem fogyasztja, csak kevésbé, mint amikor én. Mert amikor én mentem vele, akkor nagyon fogyott. A gyerekek. Még van a csücski teteje. Tetei. Ó, gyerekek. Lemegy a nap. Már megint amire valami van. Hát ez megint ilyen nagy pauzna. Hál' Istenem, eltűnt. Ez nem, remélem fölfér. Fölfér. Jó, aztán az MTZ-be fogunk ám vágtatni vele. Jó van, dolgozzon csak a bérelt munkás. Dolgozzon a bérelt munkás. Dolgozzon a bérelt munkás. Várja, kitalálta a keeper, hogy oldja meg a keleti kérdést, figyelj. Így is tudnám ugye, hogy... Majd van fölötte? Van, nincs fölötte. Állja, itt lebújok. Most ez így direkt van a projekt. Figyeld, a keeper megoldja. Fölmegyek a tetejére, fölmegyek a paltkocsira, azt itt elvágom, hallod? Ennyi az annyi. Nehogy most meg eltűnt, hallod? Egész végig azon parázik az ember, tűnjön-e ilyenkor, meg amikor nem kéne, hogy eltűnjön, ilyenkor nem tűnik. Ilyenkor eltűnik. Dolgozzon a bérelt munkás. Ó, jöjjön, dolgozzon. Bérelt munkás, dolgozzon. Hely! És az ifa most leszáll a kipörtöke. Most. Leviszem az ifát a pautkocsihoz, mert valószínűleg úgy fog menni most. Felfutok az útra. Nem tudom, hogy mit énekelek. De majd elmegyünk mi a kútra. Az MTZ-vel, hogyha majd billeg. Ja, hát ez... Befejezte a munkát. Oda nézzetek, bazza, végzett ez a része, hallod? Ez a durva, hallod? Ez nyomja neki, mint a süketek exet, bazza, ezért nem tudok mit csinálni már vele. Rálandóan annyi munkát, nyomja. Ez olyan gyors. Egyébként tényleg marha gyors. Na. Menjünk már. Az utonám. Az MTZ-vel jár.
Itt elfordulunk? Kapcsold fel a lámpát, akaszd meg a játékot, testvérem. Mondom, ez UFO kizé, bazze. A NASA számítógépén... ...re... ...izé ilyen hold körüli, meg föld körüli pályákat számolnak vele. De gyerekek, hogyha izé a... ...ránoknák a Farming Simulator 15-öt a szuper számítógépre. Gyerekek, hát szenved ez a gép, hallod? Tele leszünk megint lóvival. Érzem. Ráraknák a Farming 15-öt, azt kapcsolnának bazzer egy izét. Egy lámpát kapcsolt fel, testvérem. John, John. Azt mondják itt a Keeper fanok, hogy kapcsolt fel a lámpát, megakad-e a NASA gép. Ó, te fiú, nézd már, mi történt. Most a vonórudon támaszkodik egy fa. De jó, egyébként komolyan mondom, hogy ez ebben a játékban, ez a fizika, ez annyira szuperul, meg van oldva. Ettől boldog vagyok, elmegyünk erre, hogy minél hamarabb kiegyenesítsük. Jó, az a fa le fog esni. Az megtűz. Na, jó. Jó, ott rohadsz meg, gyerekek. Jó, azt a fire, majd visszajövünk. Hát most nem fogom ettől bóházni. Bóházni. Na, beszántjuk majd. Na, az autolóddal fel kellett volna szórni, ki kellett volna próbálnunk, nem? Na, ja, aztán a... Te John! Kapcsolt fel az izét, lámpákat a Farming Simulatorba. 15-be. Ha már feltelepítettük a szuper számítógépünkre, most mondják a kiperfalok, itt vannak a NASA live-ba. Jó van, oké, Bob, felkapcsolom, várjál. Bum, felkapcsolja. 3 másodperces akadás, aztán a Space Shuttle csapódik bele a földbe. 3 másodperc alatt olyan izé változások történnek a röppája számításokban, hogy ez eszméletlen. Úgyhogy szerintem, ha izét akarsz egy ilyen, nem tudom, hogy a Skynet elszabadul, aztán le akarja gyalulni a földet, mint a Terminátorba, de nem izé kell, nem vírust kell rátelepíteni a Skynetre, meg az UFO-k tudod, amikor az Independence Day-be jönnek. Nem, hanem izé kell, hallod? Add nekik a FS-15-öt, azt mondd meg nekik, kapcsold be a lámpát, ha mered. Hang vagy bekapcsolni UFO a lámpát az FS-15-be. A 3 másodperc akadás, amit okoz az űrhajóikba, a 3 másodperc alatt olyan következményekkel fog járni, hogy csapódnak bele az UFO-k a földbe. A Skynet az se tudja merre, a 3 másodpercig mi meg lecsaphatunk rá. Így, tudod, az összes Terminátor így összegömböljönik, így vége van. Tönkre mennek. 3 másodperc alatt meg a csipet kiszeded a fejéből. Csipet csapat. Na. Így megyek végig? Ezt nem tudom, miért akadok el, mi? Na, jól van, akkor ki kéne szórni a cuccost. Megnézzük azért, mit kapunk ezért. Remélem nem 45 ezer lesz a vége. Mivel kell kirakni? Kirakodás X-el. A dír, oda nézi, Sanyi! 40 ez 48, 49 ezer. Ne szívassál, more! Hát pont ezt mondtam, 50 ezerbe kerül az a szar. Hallod? Ne! Nem mondod, more! Dikaz! Nem, nincs se semmi baj, mert a kombájnokban van áru, majd ezt eladjuk, hallod? 50 ezerbe kerül az a rohadt tárcsa, érted? Vagy izé... Cucc, erre meg mi mennyi? Hogy álltunk meg 49.817-en. Hallod, valakinek nincs egy 200-asa, az adjon már. Izére kére. Volt van egy 20-asod, tesóm. Vetőgépre kére. Ez az új duma, hallod. Nem cigire, vetőgépre. Na hall, nem gyűn semmi. Visszamegyek oda. Ezt ott tesszük le a lantot, ám nem hát egy kicsit, hogy valamilyen rend legyen. Nehogy véletlenül is egy telepen legyen a gép. Mindenképpen kikköl eddig a izébe, határba. Szétlopják, hallod? Hány olyan izé van? Cikk van egyébként. Múltkor is olvastam egyet. Kihagyták az MTZ-t, mit tudom én, erdészkedtek, kihagyták, hallod, 2 napra, mert esett az eső. Visszamentek, se kerék, se semmi nem volt rajt, hallod? A csörlőt, mindent leszettek. Ez valamilyen durva. De úgyhogy szét volt barmolva, tuskókon állt az MTZ. Szét volt, mindent leloptak róla, hallod? Jó gumik voltak rajta, tudod mennyibe kerül egy MTZ-re egy gumi? Ha nem, annyiba kerül, mint egy kisebb Skoda, érted? Skoda Fabiából, meg... Skoda Fabia kijön a 4 új gumiből simán. Tudom neki, nem érdeke, nem fogok megállni, a vonat ne jöjjön, amikor én akarok. Na. Végre. Elment.
Na, az a szituáció, hogy megint befejezte a munkád, vágom. Szóval, fölkapcsolod a lámpát, leolvad a reaktor. Egyébként szerintem, amikor így fölkapcsolom Farming 15-ben a lámpát, olyan terhelést szív a gépem, hogy megröccen egy kicsit a és paks. Paks egy kicsit, fölpörögnek a turbinák, hogy mi történt, ne aggódjál, Keeper, most kapcsolta a izét. Most kapcsolt fel lámpát. Vagy így figyelnek előre, hogy jön az este megint, úristen, kapcsolt 100%, 120%-ra a reaktort. Felkapcsolod, kapcsolod, jól van, és így végig a faluba így... így fölizzanak a vezetékek. Na, nézzük mi a szituáció, jó van. Kevesebbet dumáljál, többet dolgozzál. Na, hol van egy idé? Jaj, csodálatos. Csodálatos, ez megint megállt itt. Jól van, hát ez csodálatos ez a föld egyébként. Figyelj, fölkapcsolom, hopsz, most már nem. Csak először ugye. Először, most már kapcsolgathatod. Már az UFO-k is. Na jó, van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, aztán csumi csöltészt, aztán... Soroltam egy csomó gépet, azt lehet küldeni, ha van kedvetek. Ha van kedvetek. Na csáj!